Ritka, hogy egy ellopott kerékpár újra előkerüljön. Ha csak nem érik tetten az elkövetőt, vagy nincs spy bike a bicikliben. Az évi több tízezerből alig néhány tucat kerül vissza a tulajdonosához. E szerencsés esetek közé tartozik, amikor a tolvaj apró hirdetést ad fel a kerékpárról, és a tulajdonos felismeri. Ilyen szerencséjük meglepően sokaknak van, de nem tudják, mit tegyenek. Hívják a rendőrséget, vagy forduljanak a tolvajkergetőkhöz. Balázs az utóbbit tette. Október 31-én ellopták a biciklimet, de tudomásomra jutott, hogy a jófogás.hu-n fönt van. Aztán most intézzük a randit, megyünk, megnézzük, hogy ez valóban az enyém. És ha tiéd, mit fogunk csinálni? Meghívjuk egy kávéra. De hogy a rendőrség se maradjon ki, Balázs elhívta egy rendőrbarátját is civilben, s vele Boszkót, a rendőrkutyát. Szükség is lehet rá, mert elég rázós környéken lesz a találkozó. Balázs autóját itt, a 10. kerületi Stróbül Alajos utcában törték fel, és kilopták belőle értékes triál kerékpárját. A hirdetés szerint néhány sarokkal arrébb, a rossz hírű Hős utcában kínálják eladásra. A Hős utcában egyetlen lakóház van a 15-ös szám alatt. Az utca többi része a Készenléti Rendőrség laktanyája és a Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetem. Ez az épület valószínűleg maga az űrhajó, amellyel a bidám-bidámok a földre érkeztek. Itt laknak ugyanis a legmocskosabb, legveszélyesebb és leggátlástalanabb bűnözők egész Budapesten. A Hős utcaiak hírét még a 8. kerületben is jól ismerik. Ennél az útkereszteződésnél például csak az álljon meg a stopptáblánál, aki jól bezárta a hátsó ajtókat. A lesben álló bidám-bidámok ugyanis azonnal kirohannak és az ajtót feltépve kilopnak táskát, csomagot. Egy közeli parkolóban beszéltük meg a találkozót Balázs és a bűnöző között. Épp csak felszereltük őt a rejtett kamerával, már jött is az orgazda lánya, hogy elkísérje őt a Hős utcai családi fészekbe. Jó kérdés, mi történt volna, ha egyedül megy oda. Balázsék eltűntek szem elől, amint beléptek a házba. Kamerával a kézben veszélyes lett volna követni őket. Szerencsére a rejtett kamera továbbra is mindent rögzített. A lakásba lépve Balázs rögtön megpillantotta saját kerékpárját. Várakozó csoportunk felkeltette a téren játszó gyerekek figyelmét. Bár a legtöbben csak kíváncsiskodni akartak, ez itt például bemutatkozás gyanánt minden ok nélkül bokán rúgta operatőrünket. Miért akartál megrúgni? Meg akart rúgni? Miért próbált megrúgni? Ezt anyukától tanultad, hogy így kell viselkedni, vagy apukát? Ha megnősz, mi leszel? Akkor is így fogsz rúgdosni, meg fűcsomót dobálni? Aztán Boszkó felé fordult a figyelmük. A jól nevelt német juhász eltűrte ugyan a simogatást, de a rugdosós kisbidám őt is kihozta a béketűrésből. Ne köpködjél, viselkedjél rendesen, jó? Főleg itt más emberek előtt. Ne köpködjél már, mint egy hülye. Nem bírsz viselkedni? Menjél a másik utcába, most ott köpködjél, ne előttem. Nem hiszem, hány éves vagy? 5? Gratulálok. Eközben odafenn a lakásban Balázs találkozott az orgazdával, és megbeszélték, hogy lemennek kipróbálni a kerékpárt a Zács utca sarkára. El tudunk menni? Ugrálni egy kicsit? Hát mondjuk... Itt benne a gáz. Itt benne nem tudsz.
Tessék? Ígyben nem tudsz vele? Hát... Elég kicsi a hely szerintem. Kicsi is a hely, meg én itt nem akarok kártyogatni. Megmondom őszintén, hogy tudod nyilván gáz. Itt az a gáz, hogy ez a két ház, ez olyan, mint a 8 kerületben a dzsungból. Tehát az emberek, hogy ez nálam... Nem vagyok helyvé, úgyhogy nekem fogalom sincs, hogy itt... Tehát, hogy itt ilyen emberek öröknek, ez az, amit nem szabad itt a lakást egy percet se itt hagyni, úgyhogy nincs otthon valaki, mert megcsinálják. Tudod, tényleg, hogy meg levágják, hogy nálam van egy ilyen bicikli. Tudja, hogy egyből érted, izét jönnek, aztán betörnek, ahogy elvegyük. Szokott lenni nagyon sok bicikli egyébként, meg tudod foglalkozni mindennel. Nagyon sok mindent szoktak hozni. Az ostoba vidám-vidámnak fel sem tűnt, hogy egyre többen állunk körülötte kutyával, kamerával. Ezek nyilván a kerékpár vásárlás elengedhetetlen eszközei. Na, uram, maradjon itt rendőrség, jó? Maradjon itt, nem kell a pénz, most pénz kell. Na, akkor kérdés következő, hogy bicikli honnan van? Kivettem. Kivettem a piacra és kivettem. Jó, akkor most felszólítom még mielőtt bármi történne. Kutya, mozdulatra. Jó, nem megyek sehova. Feküdj, feküdj. Jó, akkor meg kell nevezni azt a személyt, akitől vett a biciklit. Mert ez a bicikli lopott. Ez a bicikli? Ez a bicikli lopott. Konkrétan. Most csak ezt a biciklit az ember papírt mutatott róla. Jó. Miért vesítek föl, ne arra gyújt? Uram, legyen szíves elmenni a helyszínre, a rendőrség intézkedik, hogy jó? De miért vesítek föl? Hát akkor mondják el, küldjék el. Itt a 100%. Ne haragudjon, menjen el onnan. Miért veszik föl? Jó, uram, legyen szíves, ne vatkozzon közben. Jó, meg tudod nevezni azt a személyt, akitől vetted a biciklit. És akkor onnantól kezdve részedül az eljárásba és fejeződik. Mivel nekünk az a személy kell, mivel van anyagi kár egy lopás során. Nagyon szívesen kivegyek veletek a piacra, és megmutatom nektek az embert. Ha kín van az ember is árul, mert én szokott lenni, melyik volt az az ember. Hogyha ez a probléma, de hát ezt mondhattad volna már az elején is, nem kellett volna, hogy neked a kamerával... Figyelj, jön, mi arra megyünk, hogy azt az embert fogjuk én meg, aki állapta... Én tisztában vagyok vele, hogy miről beszéltek. De hát ezt... Nem kezdhetjük azzal, hogy lopott biciklit akarunk venni, gondolom érted. Jó, értem. Onnantól kezdve, hogy nem tartod a biciklit, és meg tudod nevezni azt a személyt, akitől te vetted a kerékpárt. Értem. Onnantól kezdve az eljárást, számodra véget is ér. Értem. És ha ne adj Isten, nem tudom, mert te jó is szemű jön. Mondjuk az ember milyen papír? Nem azt mondta, hogy papírral igazoltam? Nem, adtam érte egy bicikli, igazoltam, mutatta a papírját, hogy ez a bicikli, ennyi és ennyi vettem. Uh-huh. Ennyi. Igen, az az. Értem. Nem. Én dobtam rá, adtam rá a mountain bike-omat. Hívjátok a... Ja, és akkor te megfogtad és fölhívtad. A kerületes nyomozókat hívjátok majd. Jó, majd körülnézünk. A rendőrök igazoltatták és előállították Szabó Lászlót, aztán kiengedték, és az eljárást megszüntették ellene, mert nem lehetett bizonyítani, hogy ő lopta el a kerékpárt. Csak hogy mégsem úszta meg. Kiderült ugyanis, hogy a neve nem Szabó László, az igazolványa lopott volt. Sajnos nem tudtuk meg, mi a valódi neve, de azt igen, hogy száz számra folynak ellene büntető eljárások és büntetés végrehajtási intézményekben is többször megfordult már. Következő akciónk helyszíne Angyalföld, a Szent László utca évtizedek óta hírhet vidám-vidám lakosságáról. Ideje egy kicsit letörni a bűnözők szarvát, ehhez a legcélszerűbb eszköz egy nagyértékű kerékpár. A 3 millió forintos szopóroller új bevetésre indult. Ezúttal nem volt szükség lakatra, egy társasház kertjében helyeztük el, mintha valaki ott felejtette volna. Ez jogilag zárt magánterület, nézzük, besúrra ne érte valaki. Másnap délutánig kellett várni. Utcát takarító közmunkások bukkantak fel az utcán, majd egy zöld melegítős öreg úr.
Úgy látszik, megvan eddigi legidősebb elkövetőnk. Szopó roller nem ment messzire, pár utcával arrébb már meg is állt. A GPS alapján pár házra szűkítettük, hol lehet. A helyszínen a rádiós kereső is megerősítette, hogy jó helyen járunk. Csak hogy beljebb jutni nem tudtunk. Zárt kapuk fogadtak mindenhol. Kihívhattuk volna a rendőrséget, de nem elriasztani akartuk a tolvajt, hanem megfogni. Vajon ki lakhat itt, akihez elhozták a kerékpárt? Egy kocsma, csak hogy évek óta bezárt. Vajon itt kell keresnünk? Vagy a szomszédos lakóházban? Esetleg ebben az autószerelő műhelyben? A műhely gazdája hamarosan előkerült, készségesen beengedett bennünket szétnézni, Szopó roller nem itt volt, de a rádiós jeladó továbbra is a közelből jelzett. A műhelyből a kocsma hátsó bejáratához is eljutottunk, ezt is kizárhattuk, mert nem innen jöttek a jelek, a szomszédos lakóház maradt csak. Bingo, Szopó roller itt volt ebben a sufniban, már csak azt kell kideríteni, kié ez a helyiség. A szomszédok szerint egy öreg úri, aki a fehér rácsos ajtó mögött lakik. Hát nem baj, én elhoztam, de én nem loptam el, ott ültem a padon is, és körül is mentem a téren, hogy jöjjön rendben. De jöttünk? Hát persze, hogy de. Senkit nem láttam, a szemetesek ott, hogy mondjam, na, a levelet kaparták össze a járdán, és még azok is láttak, hogy ott vártam, néztem körül, hogy nem van ott valaki, senki nem volt lekötve, hát vattam, ennyi az egész. És mi volt a szándéka vele? Hát majd bevinni a rendőrség. Mikor? Hát majd holnap, hát most este hova menjek vele? És miért nem vitte rögtön a rendőrségre, vagy miért nem telefonált a rendőrségre? Hát tudom, hát én örülök, hogyha megyek. Hát azért sétálgatok, megmondom, miért itt a papírom, hogy akarja leolvasni, hogy menni nem bírok, mert egy pár métert elmegyek és fulladok meg. Tessék, el van készítve a kórházba és a papízét, úgyhogy hát ha rosszul vagyok, akkor tudjak menni. Hihetetlen, de igaz. László úr nem tolvaj. Egyszerűen egy jobb korban nőtt fel, amikor még segítették egymást az emberek. Esze ágában sem volt megtartani a drága kerékpár, csak azt akarta megakadályozni, hogy a rossz hírű környéken valaki ellopja. A rendőrök is egyetértettek, és természetesen nem indítottak eljárást a jó szándékú öreg úr ellen. A tolvajkergetők ezúton kívánnak jó egészséget László Jánosnak, és köszönjük, hogy vigyázott a biciklinkre. Örülünk, hogy még vannak ilyen emberek is.